Zajos sikerrel öregbítette városa hírnevét, a szegedi kortársba lett. A táncművészek elsők között képviselték hazánkat külföldön, mint az Európai Unió soros elnökségét betöltő Magyarország kulturális értékeinek hírnökei. A társulat, a Kairói Operaház és a Kairói Magyar Kulturális Tanácsosi Hivatal közös meghívására utazott Egyiptomba, ahol a fővárost követően Alexandriában is eltáncolták legnépszerűbb Carmina Burana című és legújabb Testek filozófiája elnevezésű darabjukat. Vendégünk Czár Gergely, a szegedi kortárs balettáncos. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mikor érkeztek haza? Hétfőn érkeztünk, 17-én, ha jól emlékszem. Délután 4 órakor minden probléma nélkül kicsit későn indultunk, de és onnantól folyamatosan megy a munka. Az egész társulat utazott, illetve fellépett? Igen, kibővítve természetesen a műszaki személyzettel, az igazgatósággal, Jolonis Tamással. Mindenki utazott, én ugyan nem vettem részt az előadásban magában, de segédkeztem, asszisztensi feladatomat láttam el, úgyhogy mindenki ment, 15 fő a társulatból. Melyik darabot kedvelték jobban, a Carmina Buranát vagy a Testek filozófiáját? Nem igazán lehet különbséget tenni szerintem a két darabnak a fogadtatása között. A Carmina Buranában egy kicsit talán jobban, mint egy történetes darabról beszélünk, ugye egy kicsit jobban bele mélyültek a nézők, azt lehetett észrevenni. A Testek filozófiája volt az est első darabja. Ott azt lehetett észrevenni, hát nyilván ez a darab felépítéséből, a tagolásából is adódik, hogy különböző kis részek, duettek, triók, szólók váltogatják egymást, sötétekkel leválasztva, tehát itt folyamatos volt a közbetaps. A Carmina Buranában is úgy kezdődött, ugye, hogy részenként tapsoltak. Nyilván nagyon jól esett a tetszés nyilvánítás. Egy idő után azonban már lehetett észrevenni, hogy a történet annyira megragadja a nézőket, hogy elmélyültek és nem bontottak egy idő után tapsal. A végén viszont óriási ütrivalgással jutalmazták az együttes munkáját. Hatalmas örömünkre. A Testek filozófiájában fehér pólóban táncolnak magyar felirattal. Ezt hogyan értették meg Egyiptomban? Egy fordító tolmács segítségét kértük. Sikerült egy olyan hölgyet találni, aki azt hiszem, hogy nem sokára fog jönni, hogyha jól emlékszem, remélem nem keverem össze senkivel, nem sokára jön államvizsgázni például pont Szegedre, és egészen furcsa módon ő arab anyanyelvű, és magyar és kínai nyelveket beszélni még anyanyelvi szinten, tényleg anyanyelvi szinten, hát egészen elképesztő volt hallani, hogy beszélget velünk. Nem tűnt volna fel, hogy ő nem Magyarországon született arab származású hölgy. Úgyhogy a kairói előadásunk alkalmával ő volt segítségünkre. Minden egyes alkalommal, amikor megjelent egy páros, vagy egy szóló, egy felirattal, akkor az elején, még a koreográfia előtt bemondta a hölgy arab nyelven a feliratnak az értelmét, jelentését, és hát így oldottuk meg. Az Alexandriai Operaház benni fellépésünkben pedig egy, azt hiszem, hogy helyi színész, de az biztos, hogy színész volt az, aki szintén felolvasta arab nyelven. Zajos sikerük volt, több újság is cikkezett erről. Összesen hány fellépésük volt? Kettő darab fellépésünk volt, az egyik Kairóban, a Kairói Operaház egyik tagintézményében, tehát nem magában az operaházban, hanem ahhoz sok-sok ilyen színház tartozik, abból az egyikben, a másik pedig Alexandriában volt, egy gyönyörű szép épületben, az Alexandriai Operaházban, és mind a kettő hát hatalmas sikerrel zárult, hála Istennek, és nagyon-nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk helyi nézőktől már rögtön az előadás után. Többen fejezték ki tetszésüket Zimonyi Istvánnak, a kinti kulturális attaséjnak, akinek a meghívására mentünk végül is Kairóba. Jutott-e idő esetleg egy kis kirándulásra, nézelődésre? Természetesen, hát Egyiptomban azért nem lehet elutazni nélkül, hogy az ember ne nézzen körül, és igazából ebből a szempontból is nagyon-nagyon a kinti szervezés munkáját dicséri az, hogy hihetetlen sok helyre vittek minket nagyon rövid időn belül, tehát azt hiszem, hogy az érkezés napja utáni kedd szerda volt az, amikor sűrítve elmentünk a nagy piramisokhoz, Szakkarába a lépcsős piramisokhoz, a Szfinxhez, elmentünk várost nézni, bevittek minket a bazárba, voltunk egy dervis táncot megnézni, tehát egy
nem tudom, hogy egy együtteshez tartozik egy zenekar is, és egy tánc együttes adta elő ezt a egészen hihetetlen és egészen különös előadást. Úgyhogy elképesztő sok programunk volt, és természetesen Alexandriában ugyanígy, amikor oda átmentünk, megnéztük, hát sajnos csak a helyét a világító toronynak, egy erődítményt, ott is megnéztük a Ptolemaiosz oszlopát, és nem, tehát egy rengeteg program volt nekünk szervezve. A szabadidőnkben pedig éppen annyi volt, hogy volt egy-másfél óra, amit mindenki evett, pihent, este természetesen pihenés, alvás, és a többi pedig a munkával telt. Gratulálunk a sikerükhöz. Nagyon szépen köszönjük. És köszönjük szépen, hogy befáradt a stúdiónkba.